storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Sziasztok, üdvözöllek titeket egy újabb videómban. Ebben a videóban a reggeli rutinomat fogjátok látni. Már láttátok a nagy részét, most jelentkezem be. Nagyon-nagyon sokan kértétek, hogy csináljam meg a reggeli rutinomat. Most, mint látjátok, itt vagyok a fürdőben, fogat mosok, fésülködök, és mint látjátok, már átöltöztem kényelmes itthoni ruhába. Építkeznek a svédek. Darúan rakják le a házat így egybe. Egészben. Ezért építenek fel ezek házakat ilyen gyorsan. Csak ide szállítják és lerakják. Másik oldalon meg köveket törnek. Sziklákat. Múltkor kérdeztétek, hogy hogy állnak az építkezések. Hát így. És mikor kezdték? Áprilisban, amikor ide költöztünk. Hát jó, ezek ott nagyon szenvednek a sok kővel. Hát nagyon. Hát már több hónapja ezt csinálják, törik össze a sziklákat. Darabokra. De nézzek hány. Hát ja. Amit hallgatunk, ugye? Végig hallgatjuk az egész zúzást. De nézzek hányféle méretet csinálunk. Először ugye voltak a nagy sziklák, hegyek, akkor azokat felrobbantották, akkor lettek ilyen nagy sziklák. Felépül a ház. Sziasztok, most lett vége a Lilinek a szülője. Ugye itt Svédországban ilyen külön szülőik vannak minden gyereknek, fél óra az osztályfőnökkel. Amikor megbeszéljük, hogy fél évhez képest mennyire, melyik minden tantárgyat átveszünk, és hogy melyikből hogy fejlődött, vagy mi az, ami nem tetszik neki, vagy a tanárnak van esetleg valamilyen nem tipje, hanem tehát a tanárnak van valamilyen megjegyezni valója a tantárgyal kapcsolatban. Lilikét nagyon megdicsérték, és szerencsére mindenből a legjobb. Ügyes vagy, Lilike. Igen, nagyon ügyes vagy. Ugye angolból és matekból már egyel fölött itt tanulja, mint az osztálytársai, és most svédből, mert ugye mivel nem itt született, és még ő is tanulja a svédet úgy, ahogy a Kira is, meg mi is folyamatosan, tehát ezt szerintem nem is lehet ennyi idő alatt megtanulni, 9 év alatt teljesen egy anyanyelvi szinten egy svéd nyelvet, tehát vannak olyan szavak, amiket még nem tud a Lili, és ezért kapott egy nehéz könyvet. Nem azért, de most itt... Pillanat, csak itt éppen... Ilyen érdekes. És hogy gondolod, miért raktak ide egy lámpát? Nem tudom. És persze, hogy a másik oldal nem enged soha minket, nem? Igen. Na, szóval kapott most egy könyvet, svédből itt van. Egy jó ijesztőt. És ezt kell feldolgoznia, elolvasnia, a kérdésekre válaszolnia. De ezt csak ő kapta, mert kértük, hogy minél jobb legyen svédből is.
most pedig megyünk és felveszünk egy óriási csomagot, ami tele lesz gyönyörű szép ruhcikkkal. Lehet, hogy meg is mutatjuk a videóban, még nem tudom. Apa még dolgozik, ezért Kirával mentem a szülőire. Süt a napocska, és ma van március 15, úgyhogy mindenkinek jó március 15-ézést. De ez nem van. De ez a videó pénteken lesz fölrakva, úgyhogy találkozunk később! Lili, én látom. Hol? Keresd meg, én látom. Jobb oldalt. Ott beljebb. Oda nézd mennyi. Na! Három dobozzal! Azt hiszem, hogy ez tükör. Na, vedd azt el az egészet. Nice! Üresek a polcok, gyerekek. Végignézzétek a konzervek. Nem lehet semmi. Nézzétek. Csomó dolog, amit akartunk, nem tudunk megvenni. Képzeljétek el, hogy ugye itt Svédországban nincsen házi feladat semmiből. Most vettük észre a Kirával, hogy Lilike a barátaival csoportbeszélgetésben matekozik. Magától. Mert a gyerekeknek ennyire hiányzik a matekozás. A házi feladat és az, hogy nincsenek ki lemerülve, kimerülve. Tehát, hogy szeretnék, és ők megoldják egymás között a matekozást. Hihetetlen. Megpróbálok benyitni, hogy halljátok. Csak lehet, hogy abba fogják hagyni. Jó, det går. Det måste gå. Men jag ska se hur man räknar ut. Ja, gärna. Okej. Så testa siffran och man vet ju inte. Okej. Så det är 5y plus 9 plus 3y minus 6. Så då ska man ta liksom det går inte att ta 5y eller plus 9 för liksom det har ingen y i. Absolut. Szia, Múja! Szia, édesem! El vagyok állva. El vagy én is, teljesen. Hihetetlen, komolyan mondom. Lilikének egy újabb festménye, nézzétek, milyen gyönyörű lett. Ez ilyen festék csurgatós, ugye? Igen. Gyönyörű színek. Nagyon szép lesz a szobádban, nagyon ügyes vagy, jó festékes lettél, de gyorsan szeretj kezet mosni, gyönyörű. És vannak ilyen buborékok benne, azt nem tudom miért. Gondolom, ott sok a festék, de gyönyörű lett, ügyi vagy. Mivel nyáron sokat leszünk... jó. Cukorkom a számba. De mivel nyáron sokat leszünk itt Svédországban, azért vettünk ilyen koktélparadicsomot, chili paprikát. És anya most fogja beültetni. Hello! Megyünk együtt autót mosni. Nekem is le kell mosni az autót. Jó koszos. Apának is tiszta kosz az autója. Menjek utánunk gyorsan. Ők mentek jobbra, vagy balra, én megyek jobbra. Kérlek, mehess már! Kétféle irányba lehet menni, és körülbelül ugyanolyan gyors mindkét út. Most megy le egyébként a nap, és 5:30. Jön a tavasz, ez a késő délutáni programunk, hogy autót mosunk. Én nemrég mostam le, 1-2 hete, és képzeljétek el, hogy ott, ahol lakunk, nincs normális parkoló. Nincs lebetonozva a parkoló, hanem csak ilyen sóder van leszorva. Plusz körbe vagyunk kerítve építkezésekkel,
és ezért a por az úgy száll az autókra, hogy nagyon, úgyhogy nagyon hamar tiszta kosz lesz az autó. Én lemostam az autót gyönyörűen, jó sok pénzért, mindenféle mosással, és 2-3 nap után olyan lett, mint volt. Szóval egyébként már elég meleg volt, relatív meleg, 12 fok. Ez itt Svédországban meleg. A svédek ilyenkor már nem vesznek fel kabátot. És azok apáik ott? Vagy ők már rég elmentek? Most fogok hamarosan átmenni a hídon. Itt vannak előttem apáik. Itt most tudok videózni, mivel jó lassan kell menni itt a hídon. Na, majd később találkozunk. Na, így néz ki most. Olyan érdekes, milyen kotos. És készen is lettünk. Apáik még takarítanak belül is. Ilyen gyönyörű lett az enyém. Nézzétek, milyen tiszta. És itt van a pályék. Hogy álltok? Két lábom. Ülve. Szép lesz, Lili? Aha. Keményen dolgozol? Aha. Ez is szép tiszta lesz. Én is megnézem, hogy tudok-e valamit takarítani belül. Egyébként ez az autómosó mindig fullon szokott lenni, mivel ez a legjobb. Mindegy, nem kellett sokat várni, szerencsére, hogy sorra kerüljünk. Remélem most egy darabig ilyen szép tiszta lesz az autó. Nap már lement. De nincs ideg szerencsére. Jézus, már egy egész őzike család az út közepén. Megálltak sorba. Jó, Istenem! És így megálltak.